Hol tartottam? Megcsorda. Akkor meleg van. Ez jól jön. Jó, persze van itt ventilátor is, de ez főleg a klíma feladatait látja el, és ott a minek van itt. Ez a kislemeznek a helye, annak a védőlemeze. De fölösleges, mert csak a légáramlás blokkolja. Most elvileg ez már jó. Annyi baja van, hogy nincs benne próbalemez, de ezért teszünk bele egyet. És kötöm össze. Van egy pár jó pont ennél a gépnél, de van egy pár rossz is. Jó, hát semmi nem tökéletes, főleg amikor ilyen olcsó, dobd el gyorsan alkatrészekkel dolgozik az ember. De hát na. Mindjárt bekötök. Amit éppen most belerakok, ez egy olyan lemez, ami ugyan telepítve van, de csak egyetlen játék van rajta, és az is csak azért van rajta, hogy tesztelni lehessen, hogy az adott rendszer, amit éppen összerakok, az rendelkezik azzal a képességgel, hogy azt a limitet, azt a lécet, amit én felállítottam magamnak, azt ő megképes ugorni, vagy sem. Na, ugye látjátok, nincsen telihányva a számítógép mindenféle. Hol van mondjuk egy... Még itt egy úgynevezett monitor vezérlő panel, ezt videókártyának hívják, az elmeborultak. Na, ez nincsen beletéve, pedig bele lehetne tenni. És ennek az az oka, hogy ez a kiegészítő kártya a saját tesztjeim szerint lassabb, mint az a kártya, ami benne van. Akkor minek tegyem bele, nem? Valamilyen okból kifolyólag, ezt mondjuk most nem értem, a benne lévő kártya jól működik, szóval majd most mindjárt meglátjuk, mennyire működik teljesen jól. Közben kipróbáljuk a billentyűt, tegeret, hangszórót, mint hangkimenet. Ugye a monitorban van hangszóró kimenet is, elég jó kis cucc az. Jó a felbontás, nem egy 8K-s, de tudod mit? Ez a kategória, amit éppen most képvisel ez a rendszer, ide a kimenet sem jó, ha túl nagy. Mert ha túl nagy a kimenet, bizony a teljesítmény az... Hát, nem valami nagy. Na, egy chip, ami azt jelenti, hogy valamilyen hiba miatt a rendszer teljesen jól működik. Ez a service menü, ha gyorsan át tudjuk nézni, hogy milyen idétlen beállításokat eszközöltünk, hogy egyáltalán erre szükség van-e, hogy kapcsoljunk ki itt benne mindent, és akkor az tudni jó lesz. Hát ez nem tud nagyobbat. Van egy ilyen limit, amit ő sem tud többet, csak ilyen langyos víz. Na és ebből kell kihozni a lehető legtöbbet. Itt van. Nem biztos, hogy látjátok, azért felolvasom. Van benne egy Pentium 4, 3 literes motor, ez jónak számít. Van benne 2 memória, egy 3-as nevezetű BIOS van benne, aztán nem olyan fontos, és ez tök jó. Egy nagy 3 literes motor van benne, ami frankó. Jó, hát csak egy motor van benne, de ő nem tud többet. Itt van a többi, mindjárt megmutatom. Itt van a többi proci, azért zsíros a tetejét, tehát fülzsíros, mert ezeket mind kipróbáltam, hogy működik benne? Nem. Úgyhogy ez az alaplap, ezt a sok magost, jó sok, hát kettő magos, igen. Tehát a kettő magos rendszereket már, ilyen motorokat, már nagyon ő nem deriválta, úgyhogy a erősebb processzorok behelyezése indiferens eredményt hozott. Úgyhogy... Ne, nem megy. Na. Az a fő alkatrész, ami benne van, az alaplap, nem tudja a kettő magot kezelni, hogy jaj, ez túl sok. Úgyhogy beletettünk egy magos, de viszont 3 literes nagy motort, úgyhogy az valamiért teljesen jól működik. A kiegészítő kártyák közül meg nekem nincs olyan, ami gyorsabb lenne, mint ami benne van, mert hát ezek ugye...
vackok. Most éppen azt látjuk, hogy 28 fokos a processzor, és valamiért nem mindig jelzi ki, hogy a ventilátor, a hűtő ventilátor a processzoron forog-e. Ha most bejelölöm azt, hogy ordibálja meg sípoljál akkor, hogyha nem forog, erre külön figyelő van, hogy hány fokos, vagy hogy forog-e a ventilátor, erre külön figyelő van. Ha az egyiket kikapcsolom, és csak azt figyel, hogy hány fokos, ez úgy elkezd sípolni, borzasztó. És természetesen jogosan, mert azt veszi észre, hogy úristen, nincs hűtésünk. Az, hogy és még mindig 25 meg 30 fokos vagyok, az a másik. Az a másik. Na mindegy, szóval ilyen dolgok vannak. Ez elvileg jól működik, úgyhogy lássuk a tesztetet. Nem, tesztetot. Van benne 2 RAM plusz 32 MB megosztott memóriával kezel a benne lévő integrált monitor vezérlő, videokártya, ugye? És itt alul azért ilyen lukas, nem sörétes puskával lőtték szét, ez tényleg azért ilyen lukas, mert itt hangszóró van benne, külön a bal, külön a jobb. Úgyhogy majd aztán mindjárt meglátjuk, hogy fú, de jó lesz. Vagy nem. De nem baj, azért meglátjuk. Ezt meg nem teszem el, mert vigyel rákötni a gépháztatót. Van benne most egy Gigabyte GA 8i915 ME, elvileg minden jó, ezt megmutatom, hogyha marhára érdekel titeket, amit nem jól viszek. Mindegy, van benne egy ilyen alaplap, és akkor de jó. Szóval még egyszer. Föl van telepítve ez a lemez, de csak egy játék van rajta. Az a csak egy játék az azt jelenti, hogy az arra való, hogy a sebességét lemérjem a számítógépnek. Ez a játék ez kifejezetten alkalmas arra, hogy a számítógép összteljesítményét lemérjem, és hogyha nem éri el a limitet, ahogy mondtam az előbb, akkor vagy át kell dolgoznom itt valamit, vagy megy a kukába, bizony ez előfordult egy párszor. Na, lássuk. Ja, az hang, ez az izé, még nem nagyon hallom. Jó, ez lehet kicsit hangos lesz. Jó. Jó. A billentyűzeten itt van egy hangerőszabályozókom. Tök jó. Na, amit éppen látunk, a teljesítmény mérőjáték. 25 és 30 között van. Igen, néha leesik 15-re, de az elég ritkán fordul elő. Ez már megfelelő sebességű. Jó? Tehát az egész játéknak ennyi volt a lényege, hogy azt a sebességet elérje, amire a gép majd való, hogy a felhasználót a rengeteg igényével ugye kielégítse. Na, tehát. Tehát egy pár gomb nem akar működni, de ez nem a billentyűzet hibája, hanem ezeket külön egyesével be kell állítani, hogy te, amikor ezt lenyomod, egy egyes gomb, kettes, meg hármas gomb, ezek itt vannak így a szélén, egyes, kettes, hármas gomb, hogy te mit szeretnél, mi történjen, amikor ezeket megnyomod. Egyébként teljesen hibátlan működik az összes többi hangerő, kiment, bemegy, itt tudom én, hát ilyen idétlensége. A többit be kell állítani, tehát szó szerint neked dolgod van azzal, hogy ezeken a gombokon te mit szeretnél, egyes játék, mondjuk böngésző, zenelejátszó, mit tudom, hogy van 3 gombod, amit... Olyan, mintha megsérült volna a monitor régebben, de nem tört el. Valaha érdekes. Na, kikapcsoljuk, mert a teszt sikeresnek mondható. Be lehet zárni, természetesen a próba lemezt azt kivesszük belőle. Ez a csattanás az volt, hogy elment az áram, igen, tehát a próba lemezt kivesszük belőle. Ez úgy van megcsinálva egyébként, itt látjátok, hogy ez csak teszt. Van benne egy bácektor, ez jó, hogy pirosan ráírtam, de csak teszt. Jó, ez egy 32-es teszt, az azt jelenti, hogy ha kicsit erősebbre van szükség, akkor elő kell vennem a 64-es tesztet. Természetesen ez már másfajta dugójú, mint ez, elvileg látjátok, marhára remélem. Ez egy közepes sebességű dugó, ezek a borzasztó lassú. Valahol a csiga és a teknős között van valahol, de érdekes, nem? Működik. Ezzel a lassú
mondjuk lassúnak, dugóval, hát ami működik, nem? Érdekes. Na, ezt visszarakom ide, pótra. Ők csak akkor jönnek elő, amikor ég a ház, mondjuk, idézőjelben. Ezért visszarakjuk az oldala, és mindjárt csinálunk egy leltárt, jó? Lássátok tényleg, mi a pálya. Ez egy nagyon furcsa számítógépház. A fele teljesen jó, a fele meg pont ennek az ellenkezője, tehát nagyon nem jó. Olyan, mint az egyik felét az A ember tervezte volna, a másik felét meg mondjuk a B. És ez a két ember kb. Soha nem találkozott volna, egy kávét nem ittak volna meg együtt. Szóval van benne tök jó rész és nagyon, nagyon gáz rész. A számítógép házakat aszerint kellene osztályozni, hogy mennyire egyszerű velük dolgozni, mennyire egyszerű egy adott panelt kicserélni, mennyire egyszerű az a munka, amit ezzel a házzal kell csinálni. És olyan tényleg, mintha a fele ezt csinálta volna, a fele az, és vannak benne hibák, és vannak benne tök jó ötletek. Tehát nincs összeszedve, hogy ebben csak a jó ötletek vannak, az összes többi jegyzetként ugye megy a szemétbe, és csak a jó ötletek kerülnek ide. Nem. Na, nem állunk olyan rosszul, hogy ilyen nagy literes sírás könnyek kerüljenek ki az arcomból. Mindjárt mutatom, hogy hogyan állunk, jó? Valami még vízmértékem is van. Meg tudjam mérni, mennyire függőlegesek itt a dolgok. Na. Tehát, most kivettelek titeket a tartóból. Jaj, na lássuk. Itt vannak a kérdőjeles srácok. Na, itt vannak azok a srácok, akik nem nagyon akarnak működni. Sajnos a kérdőjel lett a jutalmuk. Ezt különösen sajnálom. Nem tudom, felismeritek-e, hogy ez egy 462-es AMD, és itt van egy nagyon furcsa sím. Itt egy nagyon furcsa sím van. Ezt úgy hívják, hogy AGP Pro. Jó? Tehát nagyjából az, mint ez a narancssárga, csak ugye nem a sima, hanem a Pro. Na mindegy, szóval ők a kérdőjeles rácok, ők nagyon nem akarnak dolgozni. Van ennyi monitorunk, ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab monitor. Itt vannak a teljesen összeállított számítógépek, 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab. És itt vannak a 1, 2, 3, 4 darab, ezeket még el kell látni feltelepített lemezzel. Jó? Nagyon egyszerűen. Ja. Itt van egy csomó hangszóró. Itt van egy csomó billentyűzet, egér, hangszóró, még egy pár darab. És itt vannak úgynevezett üres számítógép házak, tehát ezekben a házakban egyelőre még nagyon nincsen semmi. Nem baj. Itt van még egy csomó processzor, ezeket majd mindjárt eltakarítom. Csak a próbához kellett, hát ha bele lehet tenni az erősebb dolgot is, hát nem nagyon. Na szóval... Ennyi a helyzet. Jó? Tehát ez a videó külön azoknak készül, akik várnak valamiféle számítógépre, csak még valami miatt, mondjuk egy kicsi szarkazmussal, a várakozás nem hozott eredményt, de ha esetleg tennének az ügybe valamit, akkor egyből megkapnák azt a számítógépet, amit nem tudnak kifizetni. És ebben az esetben is, ugyanúgy, mint a többi esetben, nem pénzzel kell kifizetni a számítógépet, hanem meg kell oldani, általában beszokott lenni, meg kell oldani a logisztikai kihívást, tehát hogy kerüljön oda a számítógép. Ennyi. Nem nagy kérés, mi? Ja de, ugyanis még mindig itt vannak a számítógépek, és azért vannak itt a számítógépek, mert a budapesti családok nem jönnek érte, pedig egy csomóan tudják, hogy itt van számítógép, de ők nem jönnek érte. Szóval a részemről ez egy kicsit ilyen furcsa, nem? Hogyha van valami ingyen, és az nekem kell, és akkor nem megyek érte. Na, ezeket közben eltörölgettem. Azért kell ezeket eltörölgetni, mert vannak rajta ilyen számok. Így. Na, így se látod. Ide, vannak rajta ilyen számok. És, na. Megpróbáltam, hogy zoomoljon rá, de nem fog menni. Az egyikben egy mag van, a másikban kettő.
Nagyon több magrait nem kell számítani. De azok a processzorok, azok az alaplapok, azok az egyéb panelek, ezeket mind össze kell hangolni, össze kell szinkronizálni, és itt a teszt területen itt már olyan eredményt kell mutasson, ami már több, mint a minimális. Tehát nem lehet vacak, nem lehet olyan, ami ez egyszerűen nem jó semmire jel. Tehát nem. Itt van egy logó. P4 háttér. Pentium 4 Hyperthreading. A Pentium 4-nek volt egy hatalmas poénja, hogy hozott magával egy segédet. Tehát hiába volt egy nagyon-nagyon erős motor, mondjuk egy 3,2 literes, 3,4 literes hatalmas Pentium 4-es, az volt a legnagyobb egyébként, egy 3,6 volt, nem? Vagy 3,4 volt, mindegy, 3,6, az elképzelhetetlen, mindegy. Tehát a 3,4-es az úgy gondolta, hogy te figyelj, nagyon erős vagyok, de nekem már segéd kell. Ezt hívják úgy, hogy hyperthreading, hogy van egy mester és egy segéd. Ez nem igazán két mag, de két mag teljesítményét hozta, tehát bődületes sebesség volt. A Pentium 4-nek ez volt a legerősebb felhozatala, mondjuk így. És ezeket a sráncokat, mint ilyen dekorációs tesét, ezeket ide gyűjtöm. És abban az esetben, hogyha ezt valahogy sikerül majd kiosztani, akkor majd rákerülnek a gépekre, mondjuk egy pillanatragasztóval, vagy valami hasonlóval. Na, viszont itt nekem már nincs több munkám. Ja. Vinyom a szalag, ezt figyeld. Ez az a nagyon-nagyon lassú kábel. Ez a nagyon lassú kábel. És ez olyan hosszú, hogy így a fejem fölött ki tudom tartani. Az általános hossza az így ez. Ja. Tehát ez nevetséges. Nevetséges. Na, ilyeneket talál az ember itt a nagy munka közben. Na, van egy csomó billentyű, ezeket már kipróbáltam, ezeket is kipróbáltam, ingyen mennek a többihez, az ellenőrizettekhez, és így ennyi. Ja? Tehát most is ott tartunk, mint bármi más előző esetekben. Ajaj. Ide készítettem magamnak valamit, ja. Még ilyenünk is van, más sem mutattam meg. Egy tablet. Egy Viva C701-es tablet. Érdekes, mi? Nem igazán jó, kicsit be van törve a kijelzője, de egy kijelző csele után működik. Tehát aki rá akar költeni egy 5000 forintot, annak van egy tablete is. 5000 forintért egy ilyen tablet? Nem is tudom. Szerintem megéri. Na, oké, mi van itt még? Van még videó, van még rakásztó, van még minden. Hát egy pár dolog most valamiért nincsen, amit én most keresek. De ha nincs, akkor mi majd lesz, majd kelitek, nem tudom. Már megoldom. Már rohadtul nem látom. De még van egy ilyen is. Azt megmutatom. Ez egy CD-ROM. A CD-ROM-nak az a baja, hogy nem olvassa a DVD-t. Tehát akármilyen fájó szívvel is, de bocsa, mert meg kell válnunk egymástól. Úgyhogy ez megy a szemébe. Na, úgyhogy nincs más közölni való, ez így tökéletesen működik minden. Kicsit elfáradtam. Viszont még mindig nem vitték el a gépet. Tehát nem 5 gép van, hanem 6. Teljes gép. Plusz még ott van 4 darab, tehát 10 darab számítógépen van, amit el lehet vinni, csak azt a 4-et még ugye föl kell telepítenem. Ennyi. Érdekes, nem? Marha érdekes. Ezt nem jön meg értem. Na mindegy. Ezt a videót majd megosztom egy pár... itt egy csodakábel. Megosztom majd egy pár helyen, aztán majd meglátjuk, hogy... És vagy elviszik, vagy nem. Ja. És olyan emberek vigyék el, akik meg is becsülik. Azért az a valami. Mert azt, hogy csak simán elviszem, elvittem azt. 2 hónap múlva az már egy rekesz sör, de nem játszunk ilyet, jó? Tessék szépen becsületesen játszani, azt majd onnan megyünk tovább. Ja? Csavarokat elrakom, szerszámokat elpakolom, aztán, ja. Aztán ennyi volt így körülbelül, ja? Remélem megnézitek majd a következő videót is, hát ha nem biztos.
Hát, ha érdekel titeket. Na, úgyhogy én megyek. Mindenkinek minden jót. Aki szeretne támogatni, az ne támogasson. Jó? Jó, ez szarkasztikus mondat volt. Azt szeretném mondani, hogy rengeteg támogató ad mindenféle alkatrészeket, ez tök jó. De nem akarok raktár lenni. Jó? Egyáltalán nem. Én azt szeretném, hogy azok a gépek, amik itt vannak, itt kint, az emberek, idézőjelben mondva, de sorba álljanak az ingyen gépekért. Tehát a családból kellene több, nem a számítógépből, mert ma annyi számítógép van itt, hogy borzasztó. De nem akarom őket gyűjteni, jó? Mert pointless, tehát lényegtelen. Idétlenség. Úgyhogy a következő ismét az, hogy ugye értitek ezt a mondatot, tehát ti, akik vidéken ott üldögéltek, hogy jól szeretnék egy számítógépet. Ha szeretnél számítógépet, akkor menj a szomszédhoz, és abban az utcában, ahol te laksz. Mivel falu, nem? Én mondom neked, marad gyorsan fogsz találni olyan családokat, akiknek kellene számítógép. Hát kerítsél egy 6-8-at, oldjátok meg a fuvart, közösen, és ott lesz a gép. Marra egyszerű, nem? Akár magyar, akár nem magyar, de mit lakik az országban, mert igenis, hogy ezen a területen lakik, az ugyanúgy ember, mint te, jó? Ugyanolyan bőre van, csak pff, maximum nem olyan színű. Aztán mi van? Te nem kakilsz túlzottan barnát, vagy mi van? De hát, ha szeretnél számítógépet, akkor nem vagy egyedül, jó? Értsd meg! Vannak szomszédaid, nézzék körül, tudod, nem is biztos, hogy ismered őket. Érdemes átcsöngetni, hello, én vagyok a szomszéd, itt lakom, de 10 éve. Jó? Tehát, hogy menj át a szomszédhoz, beszélj vele, legalább fogja a kezed, érted? Beszélj vele, mondjad neki, hogy te, van itt egy lehetőség, ingyen komputer, neked az nem kéne? Nem látom, hogy volna. Szedjél össze egy jó pár családot, intézzétek el a fuvart, és ott a gép. Jó? Ugyanúgy, mint a másik csapata. Már sem tudom, hogy hol voltak azok. De azok legalább összefogtak. Vidéken megfogták egymás kezét, na srácok, csináljuk meg. Fogták, azt megcsinálták. Jé, van számítógépük. Vagy 6. Nem tudom mennyi. De minden egyes család, aki rászoruló, az kevés, hogy rászoruló. Intézze el, hogy oda jusson a gép. Ennyi. Jó? És igen, van még matricám, jó? Ők ilyen matricák. Csak össze kell vágni, ezt ráteszem a gépet. Ezt is lezem. Közben itt pakolgatok, azért tettem oda azért kamerát. Rakom el a cuccaimat már. Azért mégiscsak kicsit nagyobb rendben, könnyebb dolgozni. Jó? Ja? Ja, ezt nem is mutattam. Bár mondjuk valaki szemfüles észrevetted. Van olyan eszközöm, ami meg tudja győzni a számítógépet, hogy ha már nem működik, a büntetését megkapja. Ez egy kalapács bizony. Látjátok, ez egy rács kalapács, úgyhogy oda is tudok lukat ütni, ahol eddig nem volt. És bizony, eddig csak egyetlen egyszer kellett használni, mert a kezembe veszem valamiért, ez eddig elindulni nem akarok, gépek is elindultak, ha legalább így utoljára. Utána már nem, de hát ez mindegy. Na, szépen összepakolom itt a dolgaimat. Ezeket meg kihaingálom, mert van egy csomó olyan alkatrész, ami... Esküszöm, nem megyek vele semmire. Kaptam 6 szögletű szívószálat. Hm? Csak szörpöt nem szoktam venni hozzá, mit tudom én. Ja, itt van egy ilyen zotakos kártyám. Ezt Otorról hoztam. Ez egy Nvidia 9800 GT nevezetű monitor vezérlő panel, és mivel látjátok, hogy kétfejes, tehát kettő monitort meg tud hajtani, ebbe az előzőgépben nem ment, meg abban sem, valamelyikben megy, valamelyikben nem megy, lehet, hogy neki elvárásai vannak, hogy egy bizonyos szint fölött legyen az alkatrész szett, ami benne van, az enyémben működik. Ezekbe meg, egyikbe megy, másikbe nem. Az erősebbekbe megy, a gyengékbe nem, azt nem tudom. Ha most találok egy nagyon erős szettet, még egy AM3 pluszost, az nagyon erősnek számít, meg tele tudom rakni memóriám, van memóriám, és bele tudom tenni azt, hogy menjen, na akkor az biztos az lesz a 100-as gép. Na, most már tényleg vége.
nem húzom itt az időtöket, úgyis mindjárt fél óránál járunk. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a kevésbé igényes videót. És én nekem az lenne a legjobb, ha találnátok családokat, hogy ezeket a gépeket kibírjam osztani. Jó, mert eddig nem nagyon jöttek érte. És a szemfülesek észrevették, hogy ezek a gépek, amik itt vannak, a legutóbbi három videóban itt voltak. Hi, haver, az nagyon ciki. Ja, nem nekem, nektek. Vagy még mindig nem a te lakásodban, a te otthonodban, illetve a te családi környezetedben van ez a gép, hanem itt, még mindig itt lepi a penész. Jó? És szedjétek össze magatokat, intézzetek családot, és akkor lesz gépe mindenkinek, aki esetleg ezt nem tudja kifizetni.